Nyílik a kémény és tükörrel nézi meg a szakember, hogy szabad-e a füst útja. Ez az egyik olyan módszer, amelyel ellenőrizhető, hogy jól működik-e a fűtési rendszer a lakásban. Évtizeden már, hogy az úgynevezett kéményseprést a katasztrófa védelem végzi országszerte a lakosság számára. A szolgáltatás általában ingyenes, mondta 35 perc című műsorunkban Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. Családi házas viszonylatban nekünk, mint tulajdonosnak a kötelességünk, a kéményseprőipari szervvel egyeztetni, hogy valamely közös megfelelő időpontban a kéményseprő ki tudjon jönni, el tudja végezni a szükséges ellenőrzéseket, hangsúlyozottan ez a szolgáltatás díjmentes. Ugyanígy díjmentes társasházak vonatkozásában, de az előzőektől eltérően itt úgynevezett sormunkában végzi a katasztrófavédelem a felülvizsgálatot. Ki fogják függeszteni, hogy mikor fognak érkezni, tehát a tájékoztatás így módon is meg fog történni. Nem mindenkinek lesz valószínűleg ez az időpont megfelelő, de még egy alkalommal lehetséges, hogy díjmentesen egyeztetés követően ez az ellenőrzés felülvizsgálat megtörténjen. De itt sem ér véget a történet, amennyiben harmadik eseményre lesz szükség annyi különbség van, hogy valamennyi kiszállási díjat itt ki fognak majd számlázni. Tehát ez a, ez a, két eset, ez díjmentes, ez mindenképpen hangsúlyozandó. A harmadik, amennyiben gazdálkodó szervezet van, oda bejelentve, akkor a kéményseprés, az ellenőrzés és a felülvizsgálat egyaránt díjköteles lesz. Szintén egyeztetés követően, de itt hangsúlyozandó, hogy nem csak a kéményseprő, illetve a katasztrófavédelmi szerv, hanem a piacon jelenlévő más kéményseprégéssel foglalkozó és bejelentett a katasztrófa védelem által regisztrált nyilvántartott uh, gazdálkodó szerv is el tudja végezni ezt a tevékenységet. Az ellenőrzés mellett nagy szerepe lehet ezeknek a szénmonoxid érzékelő berendezéseknek is. A műszer előre tudja jelezni, ha a lakótérben megjelenik a szénmonoxid. Kiválamaink között van, hogy minél több ilyen uh, készülék kerüljön beszerzésre és felhelyezésbe. Az elmúlt 10 évben nagyot léptünk ezzel kapcsolatban előre. Ma már szinte minden 90%-os gyakorisággal találkozunk ilyen készülékkel, amennyiben szénmonoxid érzékelő ö, bejelzéséről, ö, azért kapcsolatos jelzéséről van a katasztrófa irányába. Ez a készülék ö, nagyon fontos, de hangsúlyozottan kiegészítő tényezője a biztonságnak. Amennyiben ilyet vásárolunk, akkor a katasztrófa nem honlapjára hívom fel újra a figyelmet, hogy ott tudunk tájékozódni, hogy melyek a preferált, tehát azok a készülékek, amelyek bizonyosan jó fognak működni, és ott vannak felsorolva azok a készülék típusok, gyártmányok, amelyek nem állták meg a hűket a vizsgálás során. Beszédes adat, hogy a Vármegyében az elmúlt évek lakástüzeinek 61 a a szénmonoxid mérgezéseknek pedig 60 a a fűtési szezonban történt.